hangfoglaló program 5. évadát kezdjük most ezzel az induló zenekari alprogrammal. 309 pályázat érkezett be összesen, ebből a kollégium szelektált, és 78 zenekart került be erre az élő zenekari meghallgatásra. Sajnos 2 lemondta, de 76-ot meghallgattuk a 4 nap alatt élőben. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ez a 15 fő zsűri, aki elvállalta a meghallgatásnak az értékelését, ez most itt ül velünk egy teremben. Tényleg mondhatom, hogy a szakma krémia az, aki írásban értékeli a zenekarokat. Rengeteg türelem mellett, ami kell az ilyen jellegű rendezvényekhez, azért nagyon sokszor talál az ember értékes és nagyon jó produkciókat. Ráadásul ezeket idejébe és frissébe meg lehet ismerni, és így ebből a szempontból viszont meg tök érdekes a dolog, úgyhogy ezért szeretek ilyesmikre eljönni, meg részt venni benne. Először zsűrizem ebben a programban, megtiszteltetésnek érzem a felkérést. Egy multinacionális hanglemezkiadó vezetőjeként mi is állandóan új tehetségek után kutatunk, úgyhogy ez nekem ebből a szempontból is nagyon fontos látni. Reméljük, valakinek tényleg sikerül ezzel a támogatói programmal kiemelkedni a többiek közül. Egyébként pedig ugye úgy néz ki ez a 4 nap, hogy körülbelül napi 20 zenekar áll színpadra itt mögöttem. Ők cserélődnek, fél órájuk van a színpadon, elő kell adni 2 vagy maximum 3 dalt, és írásban pontozzuk őket. Nagyon-nagyon sokféle stílus vonult föl itt a napokban, tényleg a metaltól elkezdve a reggae funk stíluson át, nagyon sok pop, volt egy pici elektronikus zenei vonal is, rock nyilván a legerősebb. Ez a cél, hogy most 20 olyan zenekart kiválasszunk, akiknek tudunk ugye 2-2 millió forintot adni az idei évbe, és akik meg tudják mutatni magukat majd a nagyvilágnak, és remélhetőleg ők lesznek majd a jövő popsztárjai. Köszönjük szépen!